Itt táncosok a színpadon a Baranyai Hidas helyi rendezvényén. A falu híres szülöttére emlékezve rendezik meg évente június elején a Kardos Fesztivált. A település valamikori földesurának, Kardos Kálmánnak, aki egyébként Pés alispánja is volt, és országgyűlési képviselő, tehát tulajdonképpen a falunak egy úgymond híres szülötte, hogy ennek emlékére, hogy e köré építettük fel ezt a fesztivált. A fesztiválon fellépő együttesek, amatőr zenekarok vagy táncegyütteseket próbáltuk úgy felhívni, vagy összehívni mindig, hogy lehetőleg pont az amatőr jellegre tekintettel, illetve hát az, hogy ugye minél több nemzetiségű legyen ez a műsor. Így az 1940 után betelepített bukovinai székelyek mellett a helyi németség, illetve az itt érő cigányság is bemutathatja kultúráját. A Hídasi Tájházért Egyesület az esemény főszervezője. A fesztiválon a felnőttek mellett a gyerekeknek is kínálnak programokat. A településen 1990-en laknak. Közülük közel 8% a németnek, 4%-uk cigánynak, 88%-uk magyarnak mondja magát a 2011-es népszámlálás adatai alapján.